Mi van, hogyha azt csinálom, hogy fogom ezt a particle parancsot, ezt áthozom ide, sőt, beállítom, hogy a játékossal futtassa le. Igen. Ide meg azt mondom, hogy egy kicsit feljebb teleportáljon. Akkor ide jövök erre a blokkra. Jó, úristen. Ez kicsit sok. Hú. Hát ez nem tudom mire jó, de elég érdekes. Sziasztok! Ebben a videóban a kalandperc készítés mesterségéről szeretnék átadni egy kis tapasztalatot. Az előző részben ugye megmutattam, hogy hogyan kell egyáltalán elkezdeni egy kalandpályát, tehát nem nekiesek és elkezdek blokkokat pakolni, hanem átgondolom, megtervezem, összeírom az ötleteimet, stb. Lehetőleg a reston rendszereket is átgondolom, megtervezem, hogyha van valami hiányosságom a restonozás terén, hogy azt megépítsem, akkor annak utána nézek, kísérletezgetek, stb. Tehát tulajdonképpen egy kalandperc készítés ugye az anyaggyűjtéssel kezdődik. Aztán mutattam pár oldalt, amik segítenek, de igazából nem akarok konkrét linkeket megadni, ugyanis ezek az oldalak jönnek, elmennek, eltűnnek, változnak, tehát használjátok a keresőt, írjátok be, hogy generátor. Például gyakran kapom a kérdést, hogy hogyan lehet ilyen meg olyan tárgyat csinálni, GIF generátor. Régen még én is megírogattam szépen a parancsot, most már inkább csak annyit mondok, hogy keres egy GIF generátort. Hát ott van minden, neked csak kattingatnod kell és megírja a parancsot. Rengeteg mindenhez van generátor, tényleg használjátok a keresőt. Aztán megmutattam, hogy hogy tudtok egy lapos világon beállítani rétegeket. Érdemes egy kalandpályát ilyen lapos világban elkezdeni, vagy egy teljesen ilyes üres világban, hogy ugye minél kevesebb felesleges blokkot kell kirajzolni a játéknak. Aztán megmutattam az alapvető game rule-okat, amiket nagyon valószínűséggel kelleni fognak egy kalandpályához. Igen, nem mindet, vannak olyan game rule-ok, amikhez gyakorlatilag én sem nyúltam még sohasem. Ebben a részben egy kalandpálya felépítését fogom bemutatni. Tehát ugye van egy kezdőszoba, valamilyen küldetések, feladatok, rejtvények, és aztán egy befejezés, nem feltétlenül végszoba, lehet ez egy kiírás is, hogy itt a történet vége, köszönöm, hogy játszottál, stb. A lényeg, hogy ugye valahogy érzékeltetnünk kell a játékossal, hogy ez tényleg a vége, most már nem lesz tovább. Na de lássuk a kezdőszobát. Ez ugye általában egy szoba szokott lenni, amit most nem fogok megépíteni, de azért pár blokkot lerakok az illúzió kedvéért. Fill parancsal leraktam ezt a falat. Ezen ugye szoktak lenni gombok. Érdemes egyébként mögéjük más színű blokkot rakni, hogy még jobban ki legyenek emelve, de hát ez nem kötelező. És akkor ugye általában több gomb van, nem tudom, szabályok, előtörténet, indítás. Ezek ugye command blokkokat indítanak el. Így a másik oldalra rakok egy command blokkot, kész, ezt aktiválja. Nem értem a kérdést, időnként kapok olyat, hogy hogyan lehet egyszerre több command blokkot. Hát ezt ugye egyrészt úgy lehet, hogyha restonnal összekötöm őket, opa. Így, ha most jelet adok ennek a restonnak, ugye mind a négy command blokkot aktiválni fogja. De újabban már az új command blokkokkal még reston sem kell. Ez a zöld színű command blokk tudja azt, hogy ha a mögötte lévő aktiválódik, akkor ő is aktiválódni fog. Most gyorsan egy szép parancsal megmutatom. Bérom, hogy CA, CB és CC. És most ha megnyom ezt a gombot, akkor ugye kiírodik, hogy ABC. Ez csak egy példa, ne használjátok a szép parancsot, rettentően igénytelen, amikor át van nevezve egy command blokk, ugye mondjuk az adott karakternek a szövege, és aztán az ő szövege. És ugye ahány soros lenne az a bekezdés, annyi command blokk van lerakva. Használjátok a terró parancsot, én is csináltam róla tutoriált, sőt vannak generátorok a neten, tényleg nem bonyolult, persze bonyolultabb mint egy say, de sokkal több funkció van benne, és sokkal igényesebb is a pálya. Például a say parancs ugye kattintható szöveget sem tud. Lehetne olyan kezdőszobát is csinálni, hogy csak egyetlen egy gomb van, ami kiír ide a chatre valamilyen menüt, és azon lehet kattingatni. Aztán szoktak olyat is, hogy ugye nincs ott egyszerre az összes gomb, hanem mindig meg kell nyomni az előtte lévőt, hogy megjelenjen a gomb. Ez többféleképpen lehet. Például akár setblock parancsal, mondjuk ez kiírja a szabályokat, ebben pedig van egy setblock parancs, és egészen konkrétan ugye ezt a gombot rakja le. Beírjátok a koordinátákat és az azonosítót, és az utána pedig jön egy szám, hogy merre forduljon a gomb. Most találom, hogy beírom, hogy 2, hát az nem ez. Ez ugye az a gomb, ami pont szembe van. Ez sikerült eltalálni. Hopp, az 1-es volt az. Tehát én most ezt a parancsot bemásolom ebbe. Ez ugye kiírja a szabályokat, most csak így, aztán mivel lefut ez, a zöld is lefuttatja a benne lévőt, azaz lerakja a gombot. Ugye megjelent a cseten ez a kiírás, hogy sikerült lefuttatni a parancsot. Én most ezt kikapcsolom, de egyébként ennek a videónak az előző részében is megmutattam már.
ez a command block output, amivel ezt ki lehet kapcsolni, így. És most már nem íródik ki, csak a szabályok. Ennek mintájára ugye meg lehet csinálni a középső gombot is, hogy lerakja az utolsót. Ez az egyik módszer, a másik a klón. Kérem a térnek az egyik koordinátáját, majd a másikét. Itt egyetlen blokkról van szó, tehát ez ugyanaz lesz, úgyhogy még egyszer megnyom háromszor a tabot, így. Tehát, hogy ezt az egy blokkot másolja ide. Ennek is lekérem a koordinátáit. És kész, ennyi. Azt mondja, ott van még a fill parancs is, bár azzal nem túl célszerű, hiszen csak egyetlen blokkról van szó, de tud a fill parancs egyetlen blokkot is lerakni. Szóval kiírjátok, amit ki kell, néztek terror generátort, vagy magatoktól megírjátok. Én jobban szeretem kézzel megírni egyébként, de hát a kezdetekben, akik nem ismeri a parancsot, az nyilván generátort fog használni. Rakhatok fölé ugye táblát, lebegő írást ugye úgy lehet csinálni, úgy emlékszem mutattam korábban, de van erről is videó az interneten, hogy egy láthatatlan entitást raktok oda, ami át van nevezve. Kitörölni entitást a kill parancsal lehet, ezt is gyakran kérdezitek, igazából nem értem a dolgot, minden entitást ki lehet nyírni a kill parancsal. Ez a kill E, ez azt jelenti, hogy minden entitást nyírjon ki, még a játékost is. Ha armor standet csináljátok meg ezt, akkor beírjátok ide szögletes zárójelek közé, hogy kill armor, hogy type armor stand. Most az összes armor standet fogja kinyírni. Ha nem szeretnétek, hogy az összeset kinyírja, hanem csak egy adottat, úgy a legcépszerűbb, hogy oda mentek hozzá, hogy az legyen a legközelebb, és ideírjátok még, hogy C=1. Ez a C azt mondja meg, hogy hányat öljön meg ezek közül az entitások közül. És a legközelebbitől indul. Tehát ha egyet írok, akkor csak a legközelebbi lesz. Ha kettő, akkor a hozzám két legközelebb lévő értelemszerűen. Ha negatív számot írtok, akkor fordítva, tehát a legmesszebb lévőt fogja. Szóval ezt úgy érdemes, hogy oda mentek hozzá nagyon közel, és beírjátok ezt. Most nincs armor stand, úgyhogy nem fut le a parancs. Az indítás gomb valószínűleg valamilyen teleport lesz. Per TP, aztán meet, hát nyilván a játékosokat, tehát kukac A, és aztán a koordináták. Legkönnyebben egy koordinátát úgy tudtok lekérni, hogy mondjuk itt legyen a játékos, lerakok egy blokkot, és valamilyen koordinátás parancsal lekérem, mondjuk a set blokkal, tab, szóköz, tab, szóköz, tab, és ott van a koordináta, oda szeretném. Kijelölni úgy lehet szöveget, hogy lenyomom a shiftet és a nyilakkal így lépkedek, és akkor itt szépen egyesével ki tudom jelölni. Ha közben nyomjátok a kontrollt is, akkor itt szó közönként ugrik, és akkor nem kell annyiszor nyomni, csak háromszor ugye. Kontrollt C-vel másolom, ez már nem kell ide. Ide megírom, hogy TP, kukac A, és Ctrl V-vel beillesztem. Ez is nagyon érdekes, hogy sokan nem ismerik, hogy lehet parancsot másolni. Ctrl-C, Ctrl-V, mint minden szövegszerkesztőben működik. Ha ennek a teljes tartalmát szeretném, akkor Ctrl-A, azaz az egészet kijelölöm, és akkor Ctrl-C, ahol meg szeretném a Ctrl-V. Oké, most megnyom a gombot, akkor elvileg oda fogok teleportálni, és csodák csodája, igen. Lehetséges az, hogy be kell állítani, hogy merre nézzen a játékos. Mondjuk azt akarom, hogy erre nézzen, ezt a blokkot nézzem. Megnyom az F3-at. Ott a facingnek a végén van két szám, -2,4 és 20, ez a két szám kell nekem. Tehát -2 és 20, elég nekem az egész szám is. Most menjünk a gombot, most erre fordulok, ugye a gomb felé, majd elvileg így erre fogok nézni, hogyha jól csináltam, és igen. Szóval elteleportál valahova a játékos, jöhet a küldetés. Nyilván lesz valami küldetés, hiszen egy kalandpályáról van szó, amin van valami történet, amin végig kell menni. Rengetegféle alapelv van, nagyon szívesen mesélnék róla, és szerintem videókban még fogok is mesélni róluk, de most szerintem csak pár legfontosabbat fogok elmondani. Az egyik legfontosabb, hogy mindig próbáljátok magatokat a játékos helyébe képzelni. Tehát mondjuk itt indul a játékos, aztán van itt egy város, valami város, nagyon szép város, és a másik végében pedig van egy bank. Jelölöm inkább így. Tehát onnan ne kell jutni oda, és kiírjátok, hogy menjen el valamiért a bankba. És teszteljétek a pályát, oda teleportáltok, elmentek a bankba, fú, tök jó, minden működik, minden rendszer. Aztán jön a játékos, és azt se tudja, hogy mi merre van. Oda megy a városhoz, most melyik utca, jobbra menjek, balra menjek, vagy ez az a ház, ide nézzek be, vagy hová, nem szabad menni. Tehát mindig próbáljátok magatokat beleírni a játékos helyébe. Az kevés, hogy leírod, hogy menjen a bankba. Valami iránymutatás, hogy mégis merre menjen. Tehát akár azt lehet ugye utcanevekkel, akár ki lehet jelölni valahogy az utat. Lehetőleg olyan dologgal jelöljétek ki, ami oda is passzol. Tehát például látni ilyet, hogy leraknak fáklyákat, hogy követni kell a fáklyákat, de még csak egy vonalba raktak fáklyákat, hiszen a fáklya célja, hogy ugye világítson. Vagy akkor úgy elhelyezni a fáklyákat, mintha tényleg arra lettek tervezve, tehát nem csak így a földön el vannak szórva.
vagy akár virágokat kell követni. Tehát, hogy miért pont úgy nőttek azok a virágok? Persze kivétel mindig van. Mondjuk egy tündért kell üldözni, aki ahová lépott virágterem. De hát ez egy különleges eset. Alapesetben tényleg nincs ilyen, hogy csak abban az egységben ilyen színű virágok nőttek, és pont arra kell menni. Ezt a játékosba beleélős dolgot azért mondom, hogy mindig úgy álljatok hozzá, hogy nem tudtok semmit. Tehát a játékos, aki elindítja, az nem fogja látni a pályaterveit, nem tudja, hogy nagyjából mi hol van, meg hogy nagyjából minek lesz a vége, miből következik, tehát ezeket az összefüggéseket ő nem látja. Tehát el kell magyarázni dolgokat, nem lehet csak úgy oda lökni, hogy menj ide és menj oda. Aztán itt jön képbe az, hogy egy pálya legyen következetes. Tehát az nagyon jó, hogy te kitalált egy ilyen kalandos útvonalat, hogy először a temetőbe megy, aztán a ruhaüzletbe, aztán nem tudom, a bankba megy, csak hogy miért, legyen összefüggés, és annak legyen is értelme. Persze ezt így könnyű mondani, és ezeket igazából sok gyakorlással lehet elsajátítani, meg ha sokat olvastok, vagy filmeztek bármit, tehát hogy néztek más történeteket. Mondjuk a banknál van valamilyen, mondjuk a banknál valakivel beszélni kell, az lehet egy lerakott falusi, csináltam ugye videót arról, hogyan lehet falusival beszélgetni. Aktiválhatja azt valamilyen láthatatlan rendszer, de lehet egy ilyen lerakott gomb is. Itt is természetesen terrort használjátok, ugye szokott ilyenkor lenni, hogy cseten kell kattintani. Ebben a legnagyobb veszély az, hogy ugye ott marad a cseten a dolog, és később a pálya bármelyik szakaszában ugye vissza lehet tekenni és rá lehet kattintani, és ilyenkor akár rossz dolgokat is elő lehet hozni. Annyit kell csinálni, hogy valami ellenőrzést kell csinálni, hogy rá lett-e már kattintva. Ez akár lehet egy score is, talán ez a legegyszerűbb, hogyha fölvesztek egy score-t, aminek mondjuk a történet elején még itt nulla az értéke. Ha beszéltek vele, és a cseten kattintotok valamire, az egyre állítja. És ha próbáltok újra kattintani a cseten, akkor már nem fogja engedni, mert ő még a nullát teszteli. Például. De ez akár lehet egy blokk is, amit leraktok, vagy eltüntettek, és azt tesztelitek. Vagy Esztivel az építős live-ban ugye olyat csináltam, hogy volt egy ilyen reston, amit mindig így arrébb pakolt. Igaz, ott nem a cseten való kattintás mozgatta el a reston, de vonatkoztassatok el, azzal is meg lehet értelmszerűen csinálni. Például az első szöveg erre a blokkra lak egy reston blokkot, ami ugye aktiválni fogja ezt a command blokkot. Ez mondjuk kiír valamit, plusz arrébb rakja a restont. Az mondjuk az arrébb rakás. Ez ugye ugyanúgy lehet, mint ahogy mutattam ott a gomnál, itt célszerűbb a klónt használni, mert akkor csak egy parancs. Ugye ha setblockot használtok, akkor egyszer le kell rakni egy setblock, aztán ezt ki kell törölni, még egy setblock. Tehát, hogy léptetem ezt a restont a klón parancssal. Így, ha legközelebb megnyomom a cseten azt a gombot, hiába rakja ide reston blokkot, nem lesz mit aktiválni. De ha nem tölditek ki a reston blokkot, hanem ott marad, akkor ugye hiába nyomja meg újra, már ott lesz a reston blokk, jel alatt lesz a command block, nem fog újra aktiválódni. Ezt mondjuk egy olyan rendszernél érdemes, amit meg lehet többször nyomni, de hogyha már nem aktuális, akkor arrébb léptetem ezt a restont. Aztán, ha ugye valamiért újra kelleni fog, akkor még egyet léptetek ide. És a másik már ide fogja lerakni. Ez mondjuk egy emberhez tartozó beszélgetés lehetne. De tulajdonképpen még léptetni se kell, hiszen azt mondom, hogy innen kitörlöm, aztán amikor szükség lesz, ide lerakom. Tessék, tehát látjátok, hogy rengetegféleképpen meg lehet ezt csinálni. A lényeg az, hogy valamit ellenőrzök kattintáskor, és az megváltozik utána. Tehát így a következő kattintáskor az ellenőrzés már nem fog lefutni. Valószínűleg lesznek olyan küldetések, amikor tárgyakat kell lerakni. Ugye mondanom sem kell, hogy olyan agyatlanságot ne csináljatok, hogy valami jó zegzugos terepen eldugtok valahová, és akkor az a fantasztikus küldetés, hogy meg kell találni valamit, akkor vagy legyen olyan érdekesen kialakítva, hogy izgalmas legyen azt megtalálni, vagy adjatok valami jeleket, tehát hogy megint csak azt tudom mondani, hogy próbáljátok magatokat a játékos helyzetébe belejönni. Tök jó, hogy pikpak összetudtok dobni egy labirintust, vagy generátorokkal még gyorsabban le tudtok rakni a pályára, de ha belegondoltok a játékos helyzetébe, majd így megy, és akkor fal, most merre forduljak, tehát hogy nem tudom még ki az, aki szórakoztat a labirintus. Tehát valamilyen tárgyat valószínűleg le kell adni. Ezt is sokféleképpen lehet, azon is meg szoktam lepődni, hogy nem ismeritek a clear parancsot. Per clear. Ha ezt így most beírom, akkor ugye aki lefuttatja az annál lévő cuccokat elveszített most tőlem. De utána meg lehet adni játékost, mondjuk én minden játékost el akarom venni. Aztán meg lehet adni, hogy egyáltalán micsodát. Én most csak a gombot szeretném. Úgyhogy megadom, hogy stone button. Így.
Hopp, és elvette a gombot. Ha ezt berakom egy command blockba, és hozzárakok egy komparátort, akkor ez a komparátor ugye csak akkor fog világítani, ha sikeresen lefutott a clear parancs, azaz volt nálam kőgomb. De ha command blockot aktivál, még ez sem kell. Ez a komparátor ugye akkor kell, ha valami nem command blockot aktivál. Máskülönben ott van erre a chain, csak be kell állítani, hogy ezt a középsőt, hogy conditional legyen. Tehát, hogy akkor futtass el a benne lévőt, ha az előtte lévő lefutott. És akkor itt lehet egy clear, stb. Így adott tárgy, itt meg valamit mond, vagy ad, vagy valami. Rendszeresen előjövő kérdés az is, hogy hogyan lehet gomb nélkül aktiválni egy parancsot. Ez ugye azt jelenti, hogy valamilyen rendszer fut a háttérben, és érzékeli, hogy hol van a játékos. Én ugye korábban mutattam, hogy ezt láthatatlan nyomólappal szoktam csinálni. Tehát fogom és lerakok egy nyomólapot valahová, és Resource Pack-ben megcsinálom, hogy láthatatlan legyen a textúrája, és ne legyen hangja. Így amikor rálép a játékos, nem veszi észre. Például az örökségen is így vannak az ijesztések ilyen nyomólapokkal. Nézzétek meg úgy a pályát, hogy nem rakjátok be a Resource Pack-et. A másik módszer, hogyha valamilyen jelgenerátor fut a háttérben, ez ugye a harmadik command block, amit még nem vettem elő. Ez a lila színű az. Azt tudja, hogy ha lerakom és belérok valamilyen parancsot, most csak a példakedvés CA, akkor ezt a végtelenség fogja ismételni. Így, ha aktiválom, akkor itt most folyamatosan írogatja ki az, hogy A. De még redstone sem kell hozzá, ha ezt benyomjátok, always active. Ekkor így már magától írogatja ki. Szóval ebben a command blockban kell írni egy olyat, hogy mondjuk test for valami, valamit érzékel, mondjuk, hogy van-e nálam egy tárgy, vagy egy adott koordinátán vagyok. Mondjuk valószínűleg a klasszikus az lesz, hogy egy adott koordinátán vagyok. Az X, az Y és az Z, de ez még kevés, mert ez így azt fog érzékelni, hogyha pontosan ezen a helyen vagyok. Érdemes adni neki egy kis sugarat, tehát erre egyenlő valami. Most mindjárt kinézek egy koordinátát, mondjuk itt, ugye lekérem ennek, így, tehát majd ennél a blokknál lesz, ja, azon a blokkon. És akkor itt írok neki egyet, így. Ugyanúgy ilyen zöld command blockot rakok hozzá, ami ugye majd akkor futtatja, hogyha ez is lefut. Itt beállítom, hogy csak akkor, hogyha sikeresen lefut a test for, és csak annyi lesz, hogy say B. Most ha így oda megyek, akkor itt megragasztja is, hogy B. Jó, csak az a baj, hogy ezzel nem látszik, hogyha abba hagyta, úgyhogy olyan kéne, hogy mondjuk itt lesz egy ilyen effekt, hogyha ide jövök. Az ugye a particle parancs. Beírtam egy particle parancsot, a spell legyen, a következő három szám a koordináta, a következő három, hogy mekkora méretű legyen, nem akartam nagyon nagyot, úgyhogy 0,2-ket adtam, ugye a különböző tengelyeken, x, y, z. Aztán, hogy milyen gyors legyen, ez egy 0 és 1 közötti szám, legyen a leggyorsabb, és hogy hány darab ilyen effekt legyen, 10. Tehát, hogyha oda megyek közel, akkor megjelenik ez az effekt. Ha elmegyek, akkor eltűnik. Ugye ez a command block folyamatosan teszteli, hogy ott vagyok-e, ennyi. Én egyébként jobban szeretem a láthatatlan nyomólapot, de hát kinek mi jön be. Jó, tehát küldetéseket veszünk fel, leadunk, az akár lehet tárgy, akár valamilyen más ellenőrzés. Ezekről vannak anyagok, tényleg rengeteg minden van az interneten, csak keresni kell. Gyakran kérdeztek úgy, hogy igazából csak beírjátok és ott van, például egy pályaberakás. Tehát beírod a YouTube keresőjébe, hogy kalandpályaberakás, tudod, hogy ott lesz róla pár videó, még magyarul is. De egyébként erősen ajánlott angolt tanulni, a legtöbb anyag ugye nyilván angolul van. Meg a játék wiki oldalán is rengeteg információ van, természetesen angolul. Én például legtöbbször ahhoz szoktam fordulni, hogyha valamilyen NBT-tag nem jut eszembe. Szóval, hogyha a játékos végigjátszotta a történetet, akkor lehet csinálni egy végszobát. Szerintem ez nem feltétlenül szükséges, de legalább egy kiírás akkor legyen a cseten, hogy itt a vége, kikészítette. Én szeretek például dátumot is kiírni. Most így hirtelen ennyi dolgot gondoltam bemutatni, egyébként egész nap lehetne róla beszélni, rengeteg tapasztalat van. Előfordulhat olyan, hogy korábbi kalandpályán találtok olyat, aminek most az ellenkezőjét mondtam. Hát én sem úgy kezdtem ezt a dolgot, hogy tudtam, nagyon sok mindent magamnak kellett megtapasztalnom. Én nem ismertem olyan videóst, aki ilyesmivel foglalkozott, úgyhogy sok-sok kísérletezgetés volt, és sokféle módszer volt, sok tapasztalat volt. Remélem hasznosnak találjátok ezt a videót, a kézikönyv óvén.